A Kálvária dombon sétálgattak alkonyat felé, és nézték az alattuk elpihenő városkát, amely így messziről egészen barátságosnak látszott. Az Ódon baptisztérium, amely még az Árpádok korából maradt itt, sötét mohos falaival ünnepi komolysággal rajzolódott az égre, a kis házak mint csöndes békés nyáj hevertek körülötte, az alkonyat megnemesítette és megszelídítette a vaskos és rideg valóságot, mint az emlékezet, az élményeket. Milyen szép lesz ez a végvár, Stenán, sóhajtotta Szimáka Zoltán, és rákönyökölt hosszú kampos botjára, mint Izsó Miklós busuló juhásza. És minden város és minden falu szép volna, ha nem laknának bennük emberek. Azért szeretek én pajtás, erdők és hegyek között csatangolni, és azért volna legjobb kivándorolni az új világba, prérik és pampák szűzföldjére, vagy Tahitiba, vagy Számoába, ahol még nincsen tanterv és főigazgató. Igaz, neked elárulom, nagyon szomorú voltam az este. A malomkertben sétáltam, gondoltam erre senki sem jár, és az egyik bokor mögött egy padon Pinkalskit, a hetedikest találtam, nem egyedül, azt gondolhatod. Bátran és vígan csókolózott egy szőke hölgyel. Tudod, én úriember vagyok, nem árulom el, hogy kivel, csak annyit mondok, hogy véletlenül megnekéld a poják valamelyik lányának a kezét. Hát látod, pajtás, ez szép volt. Én ugyan nem sok okos dologra tanítottam ezt a Pinkalskit, de ő azért magától is megtudta, amit én hiába szeretnék már. Hogy tudnak csókolni ezek a fiatalok? Hát erről lekéstem, annyi bizonyos. Most már csak az van hátra, hogy nyugdíjba menjek, de legalább 5 évig tanítani kell. Az éjjel nem tudtam aludni, nagyon fájt a szívem, és meggondoltam magam. Mégiscsak folyamodom az áthelyezésért. Mert vagy azért se helyeznek át, és így is jó lesz, vagy pedig oda helyeznek, ahova én kívánom. Nagyon kérlek, írj egy szép, okos folyamodványt, említsd meg a talajviszonyokat, amelyek egészségemre kedvezőtlenek, és elsősorban Losoncot, másodszorban Dombóvárt kérd a nevemben. Így talán mégis elérem azt, hogy ott halhatok meg, ahol születtem. Ez lenne az egyetlen, amit akartam, és elértem életemben. Orbán Gergely megígérte, hogy olyan kérvényt szerkeszt, amely még egy kőszívű miniszteri tanácsost is meg fog hatni, és ezzel megindultak a város felé. Útközben találkoztak Poják Alajossal, aki teljesen elázva baktatott a szőlőkből haza, de előbb még be akart térni a Komjáti kör helységébe, hogy megmondja magáét a város urainak. Mert a főjegyző kegyetlen tréfát üzött vele, egy pesti ismerősével levelet iratott, amely szerint a Szépművészeti Múzeum meg akarja vásárolni a Mohi csatát, hogy ez a nagybecsű mű is a nemzet tulajdonába menjen át. Poják Alajos első örömében és ámulatában nagyot ivott a medre bőrére, majd amikor megtudta a turpisságot, még mélyebben nézett a kancsó fenekére. Nagy nehezen rábeszélték, hogy menjen haza és feküdjék le. Az egész úton harciasan hadonászott a karjaival, és makacsul ismételte a járókelőknek. Az utókor majd elégtételt fog szolgáltatni nekem, de hol leszek én már akkor? Múlik az élet, örök a művészet, sóhajtotta minden meggyőződés nélkül Szimák Zoltán, és az égre nézett, amelyen éppen akkor gyúltak ki az első csillagok.